én hallottam a robbanást, hallottam, hogy abban a pillanatban 100 000 rendőr autó itt volt, hogy a rendőrök meg a tűzoltók rögtön bejöttek és bentartottak minket, aztán mondták, hogy menjünk föl, aztán mondták, hogy jöjjünk le, és nem tudtunk kimenni sokáig a házból. Mindenki traumatizálva volt, én nekem még mindig remeg a lábam, amikor arra gondolom, én a robbanás előtt 3 perccel jöttem be a kapun. Mondom, azon múlt az életem, úgy látszik, hogy ültem egy autóba, egy barátommal beszélgettem, de még ha 2 mondattal tovább beszélgetünk, akkor talán már meghaltunk volna mind a ketten, mert az időben szembe állt meg a kocsia. Hányadikon tettek egyébként lakni? Az 5. Akkor a lakásban nem sérült semmi? Nem. De a házban se senki nem sérült meg. Látod bármi olyat, ami szokatlan? Nem, de nem is figyeltem. A hajléktalanokat láttam reggel, de biztos, hogy nem voltak ott, mert akkor meghaltak volna. Az biztos, hogy nem voltak ott. Okay. Azok nem érték volna túl, hát azok ott bent, ott ültek mindig, ott feküdtek, ott aludtak, az a lakásuk. Azok meghaltak volna. Én azt hittem, mikor a 2 rendőrnek a holttest, a testét láttam, Isten, hogy ne halljanak meg. Én azt hittem, hogy ezek a bombeszek. De aki letette a bombát, az szólt nekik, hogy menjenek el, mert az nem akart őket kívülni. Az biztos. És amikor ez történt, én kimentem az ajtón, 3 perc után, a robbanás után én lementem. És akkor már itt voltak a rendőrök és a mentőautó. És én kinyitottam a kapuajtót, és kinéztem, és láttam ott a 2 testet a földön, már rajta voltak az együttők, akik ott dolgoztak rajtuk, és vitték őket a mentőágyon. És én 100%-ig biztos voltam, hogy ezek a homeless-ek sebesültek meg, mert... És még csodálkoztam is, hogy azok ott bent ülnek, mindig megfekszenek, és a 2 test, én azt hittem, hogy holttest, de hát hála Istennek nem volt, ahogy, az az út közepén volt. Odáig kilökte őket a bomba, és aztán hallottam, hogy nem voltak, hanem 2 rendőr, akit én nem láttam, amikor én följöttem.